Bamboya Funsó Ibrahim. A nigériai születésű Funsó Bamgoye mostantól magyar állampolgár, a MOL Fehérvár FC támadója több mint 5,5 éve él és játszik Magyarországon. Székesfehérvárra 2019-ben igazolt, mostantól pedig akár a magyar válogatottban is játszhat. Make me feel happy. Nagyon büszke vagyok, szeretek itt élni, ez az otthonom, szeretem az országot. Ez egy nagyon nagy lehetőség és cél is számomra, hogy szerepeljek a magyar válogatottban. Nagyon boldog lennék, ha így lenne. Play for Hungary national team as well. Cserpalkovics András szerint mindig örömteli, ha valaki Magyarországot választja hazájának, főleg ha hasznos tagja a közösségnek. Itt ma nagyon sokakat köszöntöttünk Dunaszerdahelyről, Kolozsvárról, máshonnan érkezett magyarokat. Különböző korosztályhoz, generációhoz tartoznak, és lettek ma magyar állampolgárok. És mindig különleges az, amikor valaki pedig messziről érkezik, és egy messzi kultúra elemeit hozza a mi kultúránkba, és él egyébként már itt nagyon régóta, és talán az ő csapatuk is kiemelkedik az, aki pedig már úgy lesz ma magyar állampolgár, hogy sokat adott a közösségnek, akár itt Székesfehérváron. A klub sportigazgatója bízik benne, hogy Funsó Bamgoye lesz a következő fehérvári játékos, aki bemutatkozhat a magyar válogatottban. Mindig nagy dolog, amikor távolról jött ember ide érkezik hozzánk, és sajátjának érzi ezt az országot, és szeretné itt akár letelepedni, és nyitott arra, hogy a magyar válogatottba futballozzon, úgyhogy a Vidibe erre már volt példa több játékos esetében, úgyhogy bízunk benne, hogy Funi lesz a következő. Hogy a MOL Fehérvár támadója magára öltheti-e a magyar válogatott mezét, az mostantól az útlevelén nem, csak a mutatott játékán múlik.